Szeretettel üdvözlök mindenkit a délután első szekcióján, melynek a címe Agrárszövetkezetek. Én Sarbu Simonyi Borbála vagyok, a Védegylettel, én fogom moderálni ezt a szekciót. Bemutatom vendégeinket, dr. Szabó Zoltánt a Hangya Együttműködéstől, és Csizmadia Györgyöt a Botész, Bodza Termelő és Értékesítő Szövetkezettől, de majd kijavít, hogyha nem pontosan mondtam. Sajnos harmadik vendégünk Bedő Tibor, a Pacsai Baromfi Feldolgozó Szövetkezettől nem tudott ideérni. A szövetkezeti demokrácia megakadályozta abba, hogy ideérjen, taggyűlésük volt. Emiatt ezúton is elnézést kér, de legalább így akkor egyrészt Szabó Zoltán be fogja remélhetőleg mutatni az ő előadását is, másrészt pedig akkor a tagság vagy a közönség által hozott széleskörű tapasztalatot is jobban meg tudjuk vitatni. Úgyhogy végül is itt vannak azok a kérdések, amikre a választ keresünk ebben a szekcióban. Előadóinktól is azt kértem, hogy ezekre a kérdésekre reflektálva mutassák be a saját tapasztalataikat a témával. Tehát mik az előnyei egy mezőgazdasági szövetkezetnek, milyen sikeres mezőgazdasági szövetkezetek vannak, és mi segíti a mezőgazdasági szövetkezetek létrejöttét és működését. És akkor át is adnám a szót dr. Szabó Zoltánnak. Tisztelettel köszöntök mindenkit, egyfelől köszönöm a meghívást a szervezők részéről, és azt hiszem, hogy talán elnézést kérek a moderátortól olyan értelemben, hogy picivel távolabbról kezdeném, nem a gondolat a felvetett három kérdésre, picit visszanyúlva a délelőtti szekció néhány olyan kérdésére, tudván azt, hogy nekem jut szó, ezért nem akartam mások elől elvenni a szót. Néhány gondolatot szeretnék elmondani bevezetőben, mert elhangzott egy szolnoki kollégától, hogy a szövetkezetekkel van baj úgy általában, nem úgy a szociális szövetkezettel önmagában, hanem a szövetkezetekkel. Én azt az álláspontot képviselem, és hát nem csak én, hanem a Hangya Együttműködés részéről is ezt az álláspontot képviseljük, hogy sajnálatos módon Magyarországon a szövetkezet szabályozása az egyáltalán nem tette vonzóvá a szövetkezetek létrehozását. Zárójelben hadd tegyem hozzá, hogy éppen nemrég volt egy felkérés, és a falu 2011 téli számában próbáltam egy picit összegezni azt a gondolatvilágot, hogy vajon miért volt az, hogy az Antal kormány programját megnézzük, Orbán kormány programját megnézzük. Mind a kettő azt mondja, hogy kis vidékfejlesztés, kis egzisztenciák, fogjanak össze. Mind a kettőben ugyanaz van. 20 év telt el. És mi történt? Lényegében semmi. Ennek nagyon mély gyökerei vannak, az én meglátásom szerint. Valljuk be őszintén, nem szeretem az elmúlt 88 évezés, de az elmúlt 45 évezés is ennek ellenére tudomásul kell venni, hogy amit elhangzott a spanyol kollega részéről, hogy az ember a legfontosabb, az ember gondolkodás módját oly mértékben torzították ezek az események, hogy innentől kezdve, hogyha ezeket az emberi erőforrásokat nem tudjuk helyre tenni, akkor sajnálatos módon olyan szövetkezet, amit én úgy szoktam időnként tréfásan fogalmazni, hogy a Bécsi út túlsó végétől kezdődően van, olyat nagyon nehéz létrehozni. Azért nehéz létrehozni, mert a szövetkezés önálló egzisztenciák együttműködésén, tudatos együttműködésén, jogok és kötelezettségek egyensúlyán múlik. Na most azért valljuk be őszintén, akkor, amikor Magyarországon ahhoz szoktunk hozzá, hogy a Schwarz igazán szép, amikor ma, valljuk be őszintén, most a mezőgazdaság példájáról hozok egy olyan példát, amit majd lehet, hogy Gyuri barátom megcáfol, körülbelül 60% a fekete áru, és ebben a multik is szerepet játszanak, akkor úgy nagyon nehéz olyan rendszert kialakítani, ami egyéb iránt a szövetkezeti
bizalmi tőkén alapuló, emberi kapcsolatokon nyugvó, egyenrangú együttműködést jelent. Tehát a dologhoz hozzátartozik, hogy nagyon mélyről kell kezdenünk, nagyon mélyről, emberi erőforrások kérdése hihetetlenül fontos, de a dologhoz hozzátartozik, hogy azért a magyar ember kellően kreatív, hogyha olyan jogi környezetet teremtenek számára, ami számára ezt a dolgot ösztönzi, akkor valószínűleg nem fog ellene dolgozni. Ezért tulajdonképpen szeretném hangsúlyozni, hogy maga a tulajdonképpeni szövetkezés kérdését még egy picit pontosítanunk kell. Ezért mi, megmondom őszintén, nagyon régóta harcolunk azért, hogy a szövetkezés jogi környezete, a szövetkezetek nemzetközi alapelvének konzekvens levezetéséből származzon, és ha csak két példát hadd mondjak, a jelenlegi 2006 évi 10-es, amit mi csípőből tárgyaltunk és támadtunk, az, hogy befektető tag, az önmagába lehetetlené teszi a normális szövetkezeti működést. Azért, mert a befektető tag profit érdekelt. A szövetkezet pedig a munkaalapú társadalom szerveződése. Hát már bocsánat, a kettőt, ha nem tudom megfelelően kordába tartani, megfelelően szabályozni, akkor egy ilyen vegyes mixben, valljuk be őszintén, mindig a tőke győz. Mindig a tőke győz, és gyakran azt mondom, hogy ma a világot, ugye a bevezetőben is elhangzott, hogy a buborék, hogy növekszik a gazdasági buborék, ez 10 évvel ezelőtt körülbelül 5-8-szor annyi pénzt forgott a világban, mint a valós mögötte lévő érték, ma 10-szeres körülbelül a buborék. Tehát a dologhoz hozzátartozik, hogy ezzel a buborékkal nem tetszik nekünk, de együtt kell élni. Tehát ez az, amiről egyébként, ha szabad úgy fogalmazom a konferencia, szóval, hogy tudunk megfelelő ellensúlyt kialakítani. És itt jön elő az, amit én mondok, hogyha az állam támogatás, ne támogatás, mert a támogatja a részegeket szokták. Versenyhátrány kiegyenlítést adjon, mert a tőkepiacon a munkaérdekeltségű közösség mindig hátrányba lesz. Ha a hátrányokat tekinti alapnak, hogy ezt ki kell egyenlíteni, akkor egészen másként gondolkodunk. És aki hátrányban van, az tudja, hogy igenis, ha ehhez kap valamit, egy kis olyan ösztönzést, ami abba az irányba viszi, akkor ő meg is fogja becsülni. Mert még egyszer mondom, a szövetkezés az jogok és kötelességek egyensúlya. Lesz olyan kérdés, amit ugye feltett Bori, amire próbálok válaszolni, lesz, amit én megkerülök, mert ugye adott körülmények között minden előadónak joga van arról beszélni, amiről tud. Na most ugye egy hadititkot elárulok. Annak idején, amikor ez a konferencia indult, Bori megkeresett, hogy hát hogy lehetne ezt jól összehozni, és akkor mondtam, hogy oké, rendben van, én tudok általánosságra beszélni, de a valóságot, ahogy működik egy dolog, azt azok tudják elmondani, akik a hangyaszövetkezeti rendszerben jól dolgoznak. Ezért volt az, hogy felkértük a Csizmadia Gyuri barátunkat, a Bodza Tervezők Országos Szövetkezetének az elnökét, illetőleg Bedő Tibort, aki a 5 termelői csoport által zöldmezős beruházásként létrehozott Baromfi Vágóhíd vezetője, egyben az egyik termelői csoport elnöke. Tehát a dologhoz hozzátartozik, hogy próbáltam olyan gyakorlati példákat hozni, hogy igen, meg lehet csinálni. Ezért én azt a középső kérdésre, hogy milyen pozitív példákat mondjak, majd elmondják ők, illetve az a helyzet, hogy a Bedő Tibor anyagát majd megküldik, aztán majd én megpróbálom interpretálni. Mert sajnos neki ma délelőtt közgyűlése volt, és ennek az lett az eredménye, hogy nagyon elhúzódott a közgyűlés. Erre utalta Bori, hogy a szövetkezeti demokrácia hosszú időt vesz igénybe, és mivel egy órakor tudott volna elindulni pacsáról, azt mondta, hogy mire vége van a konferenciának, ideér, jöjjön. Hát mondtuk, annak már nem sok értelme van, hogy fizesse a budapesti parkolási díjakat. Na, a lényeg az, hogy ilyen összefüggésben szeretném egy picit tovább folytatni, és még egyetlen egy gondolatot szeretnék hozzátenni a délelőtti vitában. Egyet én szerettem volna mindenképpen hangsúlyozni, mert egy szociális szövetkezet volt a téma. Én szeretném most és itt mindenki számára világossá tenni, hogy a szövetkezeti mozgalom az utópista szocialistákból kifacsarodott, de végül keresztény szociális elvekre épülő rendszer. Ha megnézzük a 19. századi különféle szerveződéseket,
Majdnem mindegyik mögött ott volt a protestáns katolikus egyház. Zárójelben hadd tegyem hozzá a Magyar Hangya Szövetkezeteknek, amelyik ugye 1898-ban jött létre, és 1947-ig még működött, de aztán sikerült kiprivatizálni a kommunista államnak, mert ugye itt most nem magánprivatizáció volt, hanem másfajta. A lényeg az, hogy ezt a bizonyos rendszert például a Hangyában körülbelül 30%-a a szövetkezeti vezetőknek a helyi egyházi képviselő volt. Az értelmiségi felvállalta azt, hogy az, aki egyébként önmagába vezetésre alkalmatlan, igenis segítette a vezetésbe. Tehát én csak azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy azért ezek a rendszereknek vannak bizonyos történelmi tapasztalatai, és a szociális kérdés az nem önmagába egy szociális hátrány kezelése, hanem tulajdonképpen a szövetkezet önmagába egy szociális rendszer. Mert hogyha megnézzük, a délelőtti spanyol előadón kivetítette a 7 szövetkezeti alapelvet. Hát ott együtt benne van a társadalmi felelősség kérdése. Hát ez a szociális küldetés, ez mindenképpen ott van. De bocsánat, ez nem azt jelenti, hogy nem kell alkalmasint piaci szervezetet létrehozni. Ezt azért szeretném aláhúzni, mert én nyilvánvaló, hogy nem azokról a szövetkezetekről szeretnék beszélni, ami lényegében a szociális szférában megjelenik, de valahol meg kell találni, és ezt egységes szövetkezeti törvényben lehet megtalálni, hogy az egységes szövetkezeti elveken nyugvóan meghatározzuk, hogy melyik milyen, mi a fő profilja, és utána onnantól kezdve az esetleges speciális kezeléseket azon belül kell megoldani. De hogyha nem egységes a rendszer, akkor bocsánat, nem rendszer. És ma erről van szó. Ma nem rendszer a szövetkezeti rendszer, ma ezért nem működik a munkaalapú társadalom. És a szociális foglalkoztatás mellett, a foglalkoztatás egészét nem a szociális szövetkezetek fogják megoldani. Elnézést, hogyha itt sokan vannak, akik tudom, a szociális szövetkezetekkel foglalkoznak, nem az fogja megoldani Magyarország foglalkoztatási helyzetét, hanem a szövetkezeti rendszer egészen, ha az a munkaalapú társadalom megfelelő preferenciájában részesül. Ha nem, akkor tudomásul kell venni, hogy a tőke diktál, és a tőkehatékonyság a minimális emberi erőfeszítést fogja igénybe venni. Innentől kezdve ne csodálkozunk, hogyha nem lesz több munkahely. Tehát ezek azok az összefüggések, amiket úgy éreztem, hogy talán érdemes lenne elmondani az agrárszövetkezetekkel kapcsolatban, mert azért tulajdonképpen erről van szó. És hát ugye ez a három kérdés vetődött fel, és én mondtam, hogy az elsőről meg a harmadikról szeretnék egy picit pár dolgot elmondani általánosságban. Aztán Csizmadia Gyuri barátom majd bemutatja, hogy a Botész mindezeket hogy és milyen formában, milyen varga betűkkel tudta megoldani, mert a dologhoz hozzátartozik, hogy nincs kikövezve egyenes út. Mindenkinek magának kell az elveken belül, de szigorúan az elveken belül maradva megtalálni azt a formulát, ahogy ez működik. Ha az elveket túllépjük, akkor már nem szövetkezet. Elhangzott itt a kollega részéről a diák szövetkezet, amelyik profitot oszt a bankárnak. Már bocsánat. Ha nem azon alapul a dolog, ami az egyik szövetkezeti alapelv, hogy részvétel arányos osztozkodás, akkor milyen szövetkezetről beszéltünk? Az nem szövetkezet. Az egy álszövetkezet. Tehát a dologhoz hozzátartozik, hogy vagy helyre tesszük a kategóriákat, és személy szerint azt mondom, hogy a jelenleg mostani 2006 évi 10-es módosításával született foglalkoztatásit nevezzük át közfoglalkoztatásivá, hogyha az ha arról szól. Ha nem arról szól, akkor meg másként kell szabályozni. Tehát a dologhoz hozzátartozik, hogy világossá kell tenni azt, amit mondunk, az mit jelent, ami valós tartalom, azt tartsuk be, és akkor talán tulajdonképpen kitisztul az a kép, ami egyébként a szövetkezetekkel kapcsolatban jelenleg roppant negatív. Mert ugye alapvetően meg lehet kérdezni, hogy miért szövetkezzek? Hát amikor előbb említettem, a fekete gazdaságban sokkal jobban lehet boldogulni. Hát már bocsánat, hogyha én közvetlenül zsebbe kapom a pénzt, nem kell érte adóznom. Nincs járulékfizetési kötelezettségem. Hát ezzel szemben valami kell, hogy legyen. Tulajdonképpen, ugye előbb utaltam, hogy vagy a jogi szabályozás helyre teszi bizonyos mértékig ezeket a versenyhátrányokat, vagy tulajdonképpen azért az öntudatos részben azért nagyjából kell tudni néhány olyan
ügyet, ami egyáltalában kezelhető. Ugye ahhoz, hogy mindezt tisztázzuk, fogalmi tisztázások. Milyen tevékenységeket tud végezni a szövetkezet? Mit tekintünk szövetkezetnek? Ezt tényleg tisztázni kell, mert ez az alapkérdés, amit nem kezelnek megfelelően. És a harmadik pedig, hogy hogyan is működik egy mezőgazdasági szövetkezet. Ez a három alapkérdés van. Ugye a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódóan meg lehet kérdezni, hogy mit csinál a mezőgazdasági szövetkezet. Most mondok egy olyat, ami lehet, hogy meglepődnek. Mindent, de mezőgazdasági tevékenységet nem folytat. Tehát a dologhoz hozzátartozik, hogy a mezőgazdasági szövetkezetnek az a jellemzője, hogy nem mezőgazdasági tevékenységet folytat. Hát ez meg micsoda baromság, mondhatnák. Hát végsősorban akkor miért mezőgazdasági? Hát kérem, a nomenklatúra az nomenklatúra, a mezőgazdasághoz hozzászoktunk, de tulajdonképpen egyet tisztán kell látni. Mit akar elérni az a mezőgazdasági termelő, aki egyáltalában piacra akar jutni? Hát nyilván a piacot szeretné elérni. Hol tud veszíteni? Hát ott tud veszíteni, amikor elad, meg amikor vesz. Tud veszíteni a saját tevékenységének a kis hatékonyságával. Nos, ezek azok a pillérek, azok az elemek, amiket megpróbáltam felsorolni, hogy milyen tevékenységeket folytathat egy mezőgazdasági szövetkezet. Ugye az első áralkú. Alkudozni tudok, ahhoz az kell, hogy legyen mögöttem árualap. Biztosan. Nem csak úgy, hogy tudom, hogy van valahol, hanem azt tudom, hogy igenis rendelkezésemre áll. A másik ilyen tevékenység közös beszerzés értékesítés szervezése. Azt mondtam, hogy nem mondok jó példát, de mégis mondok egy jó példát. Magyarországon nem tudott akkora piaci részt hasítani a holland virágkertészet, mint az összes többi európai országban. Mert ott van a virágpaletta szövetkezetünk, amelyik megszervezte azt a logisztikát, hogy a termelő beszállítja a reggel vágott, szedett virágot a logisztikai központba. 18 telephelye van a szövetkezetnek, ahova a logisztika aznap este elszállítja. Ezek a logisztikai pontok tulajdonképpen a nagykereskedések. Másnap reggel a friss virág ott van a kiskereskedőnél. És tulajdonképpen a nagykereskedő közvetlenül a termelővel tartja a pénzügyi kapcsolatot, tehát a számlát a virággal együtt utaztatják, mert nyilvánvaló, hogy logisztikailag nem oldható meg, hogy minőségbiztosítást átnézel, hogy az most minden olyan, és a többi. Vitatkozzanak egymással a nagykereskedő és a termelő. Mit adott a szövetkezet? Egy logisztikai rendszert, plusz azt, hogy ott van minden megyében, lényegében az áru lehetősége. Tehát ez lényegében nem értékesítés, hanem szervezése az értékesítésnek. Aztán természetesen van, amikor fizikailag is oda kerül hozzá az áru, és már ő az, aki nagykereskedő, nagykereskedelmi értékesítést csinál. Nyilván az alapkérdés Magyarország gazdasága szempontjából az, hogy gyarmatárut adunk el, vagy ne találtad értékes terméket. Ha mi ömlesztett gabonát szállítunk, és a magyar agrár teljesítmény jelentős hányada ömlesztett gabonából származik, ezt el kell, hogy mondjam, akkor sajnálatos módon a profit nem itt csapódik le, hanem azoknál az importőröknél, akik kivizik Magyarországból. Vagy esetleg magyarországi bejegyzésű, de az anyacégnek utalják át amúgy is. Tehát a dologhoz hozzátartozik, hogy alapvetően, hogyha nincs hozzáadott érték, akkor sajnos kevesebb lesz a profit. Nos, a feldolgozás ezt teszi lehetővé. Ez is egy szövetkezeti tevékenység. Gépi szolgáltatás. Nem kívánok semmit nagyon túlértékelni, meg alulértékelni, de szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarország Európai Uniós támogatás, mezőgazdasági uniós támogatásának nem a földalapúról beszélek, hanem a beruházásiról. Zöme gépberuházásra ment el. Úgy, hogy azt se nézték meg, hogy van-e mögötte 10 hektár, és ott volt a kombájn. Tehát a dologhoz hozzátartozik, hogy túlgépesítés történt, miközben gépi szolgáltatással sokkal racionálisabban lehetett volna megoldani, és mindez az olcsóbb gazda tevékenységet jelentheti. És van egy olyan dolog, amit azt kell, hogy mondjam, hogy másik érdekképviseletől nem szívesen nyilatkozok, de ugye a MOSZ az szövetkezeti érdekképviseletnek vallja magát.
miközben tulajdonképpen földbérlők szövetkezete van náluk, ha még van szövetkezet, mert az öme a MOSZ tagságának, ZRT, KFT, egykori vagyonkezelők. Tehát a dologhoz hozzátartozik, hogy igen, hogyha ezt komolyan gondoljuk, hogy szövetkezet, akkor igenis, a földbérlet, mint földhasznosítási, szövetkezési lehetőség igenis nyitva van. Mi a közös ebbe az egészbe? Az, hogy a termelőt meghagyja a gazdasági önállóságába, és ehhez valami olyan szolgáltatást kapcsol, amit egyébként nem tudott volna megtenni. Nos kérem, az, hogy miért más a szövetkezeti gondolkodás nálunk, mint a Bécsi út túlsó végén, hogy visszatérjek az előző verzióra, hát azért, mert másról beszélünk. Más ivódott be a köztudatba, a kelet-európai országokba, alapvetően, most minden politikai bélyegzés nélkül, miről szólt a szövetkezés, hatékonyan végezzük a mezőgazdasági alapanyag előállítást. Miről szól Nyugat-Európában a versenytársainknak a szövetkezése? Hatékonyan juttassuk el a terméket a fogyasztóhoz. És ez óriási különbség. Tulajdonképpen ez a célmeghatározás is önmagában egészen más gondolkodásmódot igényel, mint amit Magyarországon egyáltalában a köztudat ma érez, illetve alkalmaz. Tehát a dologhoz hozzátartozik, hogy valahol, amiről beszéltem, hogy tegyük helyre a dolgokat, ugye mást kell csinálni, más a tevékenység. Nos, hogyha ezt a részét nézzük, akkor fel lehet tenni azt a kérdést, hogy hogyan működik jól a szövetkezet. Elhangzott itt délelőtt, hogy a demokratikus intézményrendszer, de profi irányítás, mert a dologhoz hozzátartozik, hogy nem kívánva megint csak túlzottan belemenni az délelőtti vitába, de addig, ameddig minden szövetkezeti támogatás projekt elvre épül, hadd tegyem hozzá, az angol projekt szó tervet jelent, a tervgazdaság túlél minket, tehát a dologhoz hozzátartozik, hogy projekt szemléletű, ami annyit jelent, hogy megkezdjük ekkor, befejezzük ekkor, és utána a vízözön. Na most a dologhoz hozzátartozik, hogy azért a fenntarthatóság, ha ennek a konferenciának ez egy fontos eleme, akkor azért ne feledkezzünk el erről, hogy ne ez legyen a célunk, tehát nem ez a célja a szövetkezetnek, mert mint mondtam, ennek tényleg van szociális küldetése hosszú távon. De ehhez valami olyan rendszert kell kialakítani, ami világossá tesz mindent. Világossá teszi egymás közötti viszonyokat. És hogy megint csak a 2006 évi 10-es törvénynek az ellentmondására utaljak, túlélte a rendszerváltást, ha volt, a irányítási mechanizmus. 1990 előtt az szövetkezet vezetőjét elnök vezérigazgatónak hívták. Elnök az a demokrácia, vezérigazgató az az operatív irányítás. Hát már bocsánat, hogyha egy személybe ugyanaz, akkor ugye igencsak nehéz tisztán látni, hogy valóban demokratikus intézményrendszer és operatív döntés, mert ahogy itt elhangzott délelőtt, egy üzleti döntéshez nem lehet közgyűlést összehívni, nem demokratikus egy tag, egy szavazat döntés alapján kell megcsinálni a dolgot, azt üzletként kell megcsinálni, mert akkor fenntartható. Ha nem úgy csináljuk, akkor felejtsük el az egészet. Tehát a dologhoz hozzátartozik, hogy lényegében ez a ábra azt próbálja valamilyen módon mondani, hogy kinek mi a feladata, kihez mi tartozik. Ugye a demokratikus intézményrendszer az, hogy meghatározza a tagság feltételeit, az alapszabályt, hogy működik a közgyűlés, hogyan érvényesítem azt a egy tag egy szavazat demokráciát, amit nem a tőke érdekeltség alapján fogunk működtetni intézményt. Nyilvánvaló, hogy nem, hogy mondjam, szóval nem arról szól a szövetkezet, hogy elnézést, hogy csórók gyülekezete. Mint említettem, öntudatos polgárok együttműködése, akik tudják a jogaikat és a kötelességeiket. És tisztában vagyok azzal, hogy ennek a szövetkezetnek működnie is kell. A működéshez meg kell határozni, hogy mi a tagdíj, mi az tulajdonképpen működési hozzájárulás, hogyan történik a tagi garanciavállalás, jogok és kötelességek. Nem csak át kell vennie a szövetkezetnek az árut, hanem be is kell oda szállítani. Tagszövetkezetünk volt a Mórakert szövetkezet, amelyik ugye csődbe ment. Ezt csak azért mondom, mert rossz példákból is lehet tanulni.
Ott bizony sajnos a fekete gazdaság megtette a maga hatását, a tagok akkor szállítottak be, amikor úgy gondolták, hogy nem tudják eladni a fekete piacon a terméket, de amikor már rossz minőségű volt, akkor viszont csinálja vele valamit a szövetkezet, mert a tagkét köteles átvenni tőle. Tehát a dologhoz hozzátartozik, hogy a kötelességek és a jogok egyensúlya helyett a jogok túlzott dominanciája jelent meg a tagok fejében, és nem tekintették sajátjuknak a tulajdonképpeni szövetkezetet. Nyilván ebben vastagon benne volt sok minden, hogy a piaci környezet magát, a vezetést is nehézé tette a likvid helyzetet illetően. De szeretném hangsúlyozni, hogy nyilvánvaló, hogy ami itt ebbe döntés, az, hogy elvszerűen mi történik majd azzal, és elhangzott itt a for profit, non profit kérdés. Ezt jogászok nem fogják soha megérteni. Ezt előre el kell, hogy mondjam, sokat vitatkozunk. Mert ugye azt mondja, vagy for profit, vagy non profit. Na de a dologhoz hozzátartozik, hogy a szövetkezet tipikusan az, amely kifele for profit, befele non profit. Ez egy olyan, azt lehet mondani, hogy hibrid megoldás, aminek meg kell találni nyilván a jogi megfogalmazását, de ha az nem valósul meg, akkor soha nem fog működni a szövetkezet. Mert a lényeg az, hogy befele a részvételi arányban történik majd a nyereség szétosztása. A költségek rendezése után a nyereség visszakerül a taghoz. És ezért utaltam arra, hogy a tag megtartja önállóságát, mert ő a profitcentrum. Bocsánat, hogy rosszat mondok majd, rosszul fog esni néhányaknak. Ő az az adó alagy, akit a Nemzeti Adó és Vámhatóság ellenőrizni fog. Meg ellenőrzi a szövetkezetet is, hogy szétosztotta vagy nem, mert azért hatóságaink azok ilyenek, de a dologhoz hozzátartozik, hogy ott kell neki keresnie a profitot, nem a szövetkezetnél, hogyha a szövetkezetként működik. Ha nem szövetkezet, az más kérdés, az a KFT. A másik oldalon viszont az a vállalkozás. Ezek az operatív döntések, amik ott fel vannak sorolva, ez nem egy tag egy szavazat, egy tag egy szavazat elven működik, ez üzleti döntés, és ezen múlik a szövetkezet fenntarthatósága. Azért is gondoltam, hogy ezeket azért jó, hogyha tisztázzuk, mert ugye világos, hogy a piaci döntés az egy menedzsment ügy. És itt jön elő a másik kérdés, hogy gyakran összekeverik ugye az elnök vezérigazgató funkciót, és akkor azt mondja, hogy hát tulajdonképpen jó, hogyha én is az is vagyok, meg nem is vagyok, nem kizárt, félreértés ne essék, de az egy szakértelmet, olyan szakértelmet igényel, ami tulajdonképpen általában, zömében, főleg akkor, amikor már netalántán hozzáadott érték is megjelenik, akkor az annyit jelent, hogy oda egy olyan szakember kell, aki ahhoz ért. Azt tudja jól csinálni. Az többnyire nem is tag. Mert a tagot nem lehet kirúgni, de a menedzsert, hogyha lop, azt ki kell rúgni. Tehát a dologhoz hozzátartozik, hogy ez a működési mechanizmus, szabad így fogalmazni, alaptétele. Most nagyon röviden tényleg, hogy milyen előnyök vannak, és akkor azzal szeretném majd röviden zárni a dolgokat. Kérem, azért kedvezőbb jogi forma, mert miután változó tőke és változó tagság mellett működhet, nem kell beszaladni minden alkalommal a cégbírósághoz, hogyha egy tag kilép vagy egy tag belép, mert hogyha KFT-t, RT-t nézem, akkor a naponta változó tulajdoni hányad miatt naponta kell fizetni a cégbíróságnál. Ha jól kezeljük, akkor a termelők érdekazonossága érvényesül. Tehát itt a dologhoz hozzátartozik, hogy én a termékpályás szövetkezetekről beszélek, azért, mert a tulajdonképpeni alapösszefogó az az, hogy tudom, hogy mit szállítottam be, évvégén látom, hogy mit értékesítettek, mi volt a működési költség, megkaptam-e a beszállításom arányába a pénzt, vagy nem, ezt világosan látom. Hogyha abban a szövetkezetben van egy borászat, van egy gabona raktárrendszer, van egy tehenészet, akkor a 90 előtti TSZ-ek emlékeiből egyértelművé válik, hogy kizárólag csak a főkönyvelő látta át, hogy melyik üzlet ág között hogy csoportosított át. Nem lehet tudni, hogy megéri-e, vagy nem éri meg. Márpedig az egyénnek kell dönteni, hogy ezt akarja, vagy nem akarja folytatni. Tehát, hogyha nem erre építem a rendszert, akkor nem tudom a bizalmat előidézni. Márpedig a pénztőke mellett
szövetkezet legfontosabb része a bizalmi tőke. Én tréfással azt szoktam mondani, amikor szövetkezi szándékozókkal beszélek, hogy úgy lép be egy szövetkezetbe, vagy úgy hozatok létre egy szövetkezetet, hogyha a másikba úgy megbíznál, mint hogyha belépnél egy olyan Kft-be, ahol neked 1% tulajdonjogod van. Olyan bizalmatok legyen egymás iránt. Mert akkor működik normálisan, hogyha világos és tiszta egymás közötti viszonylatok léteznek. Nos kérem, mi az előnye a szövetkezetnek? Mert megmondom, dánoktól tanultam. Nem szégyen a dánoktól tanulni. Mi történik a szövetkezetben? Verseny van és együttműködés. Verseny a termékek között, mert szállítsam be a minél jobb minőségűt, én mint egyén, de tudom, hogy csak együttműködésben érem el azt a piacot, amit egyedül nem tudnék elérni. Tehát ez egy óriási előny, mert ezért ezt szeretném hangsúlyozni, hogy az Isten igazából a versenyszabályokat ilyen értelemben nem sértő a szövetkezeti összefogás. Ha netalántán más elven fogok össze, akkor bizony versenyszabályokat sértek. Itt nem sértek versenyszabályokat. Nyilván ugye a beszállítás arányos eredményelosztás, ezáltal a termelői biztonság növekedése, ez hozzátartozik. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a szövetkezet akkor működik jó, hogyha nem arról szól, és ez megint egy paradigmaváltást igényel a fejekben. Nem azt kell eladni, amit megtermeltünk, hanem azt kell megtermelni, amit el tudunk adni. Óriási különbség. Ehhez viszont hiteles piaci információk kellenek. Azt viszont a szövetkezet tudja, aki az üzlettel áll kapcsolatba átadni, a szövetkezetnek viszont érdeke, hogy átadja a hiteles piaci információkat. Valljuk be őszintén, azért időnként Magyarországon a termelő, mondjuk gabona aratás környékén, hogy elég érdekes piaci információk kezdenek keringeni olyan szinteken, ahol mondjuk nagy multi vagy hazai nagy cégek dominálnak. Hadd nyomjuk lefele az árakat. Nem lehet eladni a gabonát, nincs ára, és a többi. Tehát a dologhoz hozzátartozik, a szövetkezet saját tagjait nem fogja becsapni, mert az év végén úgyis vissza kell osztani a pénzt, tehát teljesen nincs, nem érdeke, hogy becsapja. Ezáltal ugye végsősorban az optimális ár is elérhető. Én azt hiszem, hogy az előnyök között mindenképpen egyértelművé kell tenni azokat az elveket, ami végsősorban lehetővé teszi, hogy a szövetkezet flexibilisen működjön, felszívja a lehetséges vállalkozókat. Pont azért, amit ugye mondtam, jogilag nem kell naponta elszaladni a cégbírósághoz, bejelenteni, hogy belépett egy tag. Nekem kell nyilván kell tartani, ez teljesen logikus, de ez nem jelent egy adminisztratív többletköltséget. A non-profit elvet a tagság felé említettem, bizalmi tőkéről beszéltem. Alapvetően, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy egy szövetkezetben én most nem tudom felsorolni, hogy mi minden szolgáltatást lehet nyújtani, de mindent olyan szolgáltatás, ami végső soron biztosítás, akár egyéb ilyen mellékszolgáltatások, ami mind-mind segíti a tag egyéni tevékenységét, annak a tevékenységnek megfelelően, ahogy belépett. Mondjuk például egy tejszövetkezetbe egy állatorvosi szolgáltatás megszervezése. Ne egyenként szaladgáljanak. Ugye egy tipikus vicc volt, már elnézést nekünk vicc volt, amikor egyik még 6 évvel ezelőtt a akkori FVM egyik embere elmondta valakinek, hogy tejszövetkezetet úgy hozzalak létre, hogy vegyenek meg egy állattartó telepet. Amikor a tejszövetkezetben nem a marhát, hanem a tejet hozzák egy helyre. Szóval a dologhoz hozzátartozik, hogy azért óriási különbség, hogy most mivel gondolkodom, de akkor, hogyha a tejet hordom egy helyre, akkor a marhához viszont meg kell szerveznem az állatorvosi szolgálatot. Tehát a dologhoz hozzátartozik, hogy a minősítés nagyon lényeges. És ami a leglényegesebb, helyben tartott értéktöblet keletkezik. És ez jelent munkahelyet, ez jelent munkalehetőséget. Az utolsó kérdése mi segítheti alapvetően? Én elnézést kérek, de nagyon disznó módon egy 1996-ban megjelent cikkemből vágtam ki néhány gondolatot. Attól tartok, hogy ma is aktuális. Tehát a dologhoz hozzátartozik, hogy végsősorban, hogy lehetne tisztességes szövetkezeteket létrehozni Magyarországon.
Ugye egyrészt a fekete gazdaságot ösztönző adórendszer reformja, most nem úgy értem, hogy a fekete gazdaságot tovább erősítsük, hanem hogy ezt valahogy eltöröljük, mert azért a dologhoz hozzátartozik, hogy lehet ugye természetesen tovább erősíteni a fekete gazdaságot, nem ez a cél. A másik kérdés, ez a szövetkezeti törvény kérdése, ez én azt hiszem, hogy egy alappillér. Ha nem a szövetkezetek, spanyol barátunk által kivetített 7 alapelvének konzekvens végigvitelén alapul a szövetkezeti törvény, és ma nem arról szól, akkor tulajdonképpen nem tudunk semmit se úgy tenni, ahogy kellene. És ezt most úgy fogalmazom, hogy ez versenykérdés, mert a vetélytársaink, spanyolok, egyébként úgy csinálják. Tehát a dologhoz hozzátartozik, hogy ezzel tisztában kell lenni. Ugye nyilvánvaló az átláthatóság, és tulajdonképpen valljuk be őszintén, megint visszakanyarodva az emberi tényezőre, a fejekbe a demokratikus gondolkodásmód elterjesztése. Én gyakran úgy mondom, hogy akkor, amikor mi tulajdonképpen 90-ben valamit csináltunk, most nem kívánom minősíteni, hogy mi volt az, tulajdonképpen azt hittük, hogy felszabadultunk minden alól. És most visszautalnék 1898-ban, amikor a Hangyát megalapította a gróf Károly Sándor, akkor azt mondta, hogy a korlátlan liberalizmus helyett a méltányos liberalizmust kell megvalósítani. A korlátlan liberalizmus a mai globalizáció. A méltányos liberalizmus az pedig a szövetkezet, mert versenyjogot, versenyt nem tagad, ami létezik, hiába is tagadnánk, létezik, de a fenntartható, méltányos korlátokat alapnak tekinti. Ezeket szerettem volna elmondani, mint, hogy mondjam, rávezetés, hogy milyen lehet egy jó mezőgazdasági szövetkezet, és milyennek kell működnie. Hát, hogy most hogy működik, az majd nem az én dolgom. Hát akkor lássuk Csizmadia György előadásából, hogy hogyan működik egy létező mezőgazdasági szövetkezet. Kedves hölgyeim, uraim! Nagyon jó helyzetben vagyok, mert Zoltán előttem elmondta, hogy hogyan kéne működnie egy jó szövetkezetnek, és amikor elolvastam, illetve megkaptam a fölkérést, akkor fel is hívtam Zolit, hogy tényleg erről kell nekem beszélnem? Mert azért az a Varga betű, amiről említésre került, hát ezt a Varga betűt az elmúlt időszakban, 1999 óta a Botész megjárta. Nagyon tanulságos ez a Varga betű, és pontosan ezért én az előadásomat úgy építettem föl, hogy ezen Varga betű lépcsőin keresztül próbáljuk meg azt a kérdést föltenni, hogy vajon a jövőben egy szövetkezet hogyan fog valóban tudni jól és sikeresen működni Magyarországon. Egy kis előzmény még ehhez a múlthoz annyi, hogy amikor én 98-ban végeztem a Kecskeméti Főiskolán, és ilyen témákból írtam a szakdolgozatomat, utána elkerültem valóban a Botészhoz, mint bodzatermelő is, akkor pedig az volt a alakulásnál nagyjából az alapelv, amit Szendi úr megfogalmazott, hogy itt a bodzatermesztés el fog indulni, nagyon jól tudjuk, hogy hogyan működik a zöldséggyümölcs piac, akkor is úgy működött, most sem működik sokkal jobban, a szabad raplás, neprelvilág, és aki ahol tud, ott ügyeskedik, és ott adja el. Tehát egy ilyen körülményekben a bodza termesztés, ami akkor igazán jó üzlet volt, hiszen 60 forintért el lehetett adni akkor az árut, ma pedig 150-ért, azért érzékeljük, hogy 98 és 2012 között ez az áremelkedés az nem takarja a költségnövekedéseket. Akkor ő meglátta azt a jövőt, hogyha Magyarországon a bodza termelők összefognának, ki tudnának lépni ebből a magyarországi zavaros helyzetből és körülményekből. Az alapelv az volt, hogy mindenki hozza be az árut, a Botész megszervez mindent, megoldjuk az értékesítést, a logisztikát, a göngyöleget, a piacra juttatást. A fő cél az volt, hogy a termelő közvetlenül a szövetkezet segítségével jusson el a végső felvásárlóhoz, a gyárakhoz.
nem 28 féle kereskedőn, nepperen, felvásárlón, hűtőházon és egyéb máson keresztül, hiszen ez rejteni magában a legnagyobb profitot a termelőnek. Magyarul azt a legmagasabb árat, amiről Zoltán is beszélt. De ekkor még az ültetvények nagy része nem is volt meg, csak az ötlet, hogy bodzát telepítsünk, tehát elsősorban kezdődött egy pályázatírás, illetve egy szaktanácsadás arra vonatkozóan, hogy hogyan kell egy ültetvényt létrehozni, hogyan kell ezt megvalósítani. És az a 12 termelő, aki megalapította a botészt, ő úgy volt vele, hogy megakadályozni, ha már nem tudja, hogy több bodzatermelő legyen, és vélhetően ezt a piacot ne veszítse el, ezért inkább szövetkezeti formában segítve a többi új termelő munkáját jusson el oda, hogy valóban a piacot kézben tartsa. 2004-ig azt lehet mondani, hogy ez egy töretlen sikertörténet. 2004-ben Magyarország 90%-ának bodzatermését azt a botész, és ezáltal személy szerint én adtam el. Nem volt ilyen még Magyarországon, azóta se. Hogy lesz-e, az egy másik kérdés. Én bízom abban, hogy lesz, de hogy mi volt ennek az egésznek a története. Gondoljuk végig, 98-ban elkezdik a telepítéseket az emberek, szükség van a szaktanácsadásra, szükség van a pályázatírásra. Ezt a botészt mind megcsinálják nekik a piaci ár ötödéért, tehát mi nem 5%-ig írtuk a pályázatot, 1%-ért. 3 hónapig pályázatot írtam, 3 hónapig szaktanácsoltam, télen meg beszélésbemutatót tartottam, miközben a saját ültetvényemben 1 éve jártam a többi termelő előtt. 2003-2004-ben elkezdtek teremni az ültetvények, akkor a csemete biztosításán keresztül ugyanazt a fajtát, ugyanazt a technológiát kezdtük el termeszteni. Ha ezt a környezetet így végig gondoljuk, akkor azt lehetne mondani, hogy igen, hát a nagy könyvben megírtak, és amit én is tanultam, amiből a szakdolgozatomat írtam, az meg tudtuk valósítani. Egy apró momentum jött közbe, a piac. Ez a rendszer megbukott. Miért bukott meg? Azért bukott meg, mert az, hogy minden termelő ugyanazért a minőségi termékért ugyanazt az állat kapja egy évben Magyarországon, ezt alapvetően a piac nem fogadta el. És senkinek nem volt jó, hogy egyszer csak jön itt valaki, egy 21-23 éves fiatal, és megmondja, hogy hát mi most ennyit fogunk eladni, ennyiért fogjuk eladni, ekkor fogjuk leszállítani, pontosan ütemezve, megbeszélve. Aztán persze ez nem volt jó a tagnak se, mert mindenki ugyanazt az árat kapta, tehát innentől kezdve nem lehetett azzal játszani, hogy akkor én 3 forinttal többére adom a másik neppernek, mennyivel jobban jártam, és ez nem úgy működik, hogy én fölkeltem ma reggel és bodzát fogok szedni, mert akkor, ha mindenki ezen napon kelne föl, akkor érthetően nincs az a gyár, aki ezt föl tudná dolgozni. És ennek hatására ugye Magyarországon vagyunk, nagyon könnyű volt azt elérni, hogy megtalálják a piac különböző szereplői azokat a termelőket, akik elkezdték az árut a szövetkezeten kívül értékesíteni. Kapott 3 forintot, kapott 5 forintot, földszélén kifizették, hogy ne beszéljünk másra, mennyivel gyorsabb a földszélén kifizetni, miközben a szövetkezetnek azt mondták, hogy jó, szervezd meg, hozd be, majd 30 nap múlva kifizetem, sőt, fagyazd le, és majd ha márciusban elviszem tőled, akkor leszállítást követő 30 napon belül kifizetem, egyébként addig pedig finanszírozzál minden költséget. Ehhez még hozzájött egy gondolat, hogy hát ha már bodzánk van, akkor ezt dolgozzuk föl, mert mindig azt mondják, hogy a földolgozásban van az igazi pénz. Hát meg az igazi bukás. Mert nagyon finom a bodzaszörp, nagyon jó a bodzalekvár, de valójában az ekkor elinduló, igazán fölpörgő multivilágban finanszírozni mindazt, hogy én nem elég, hogy megtermeltem, üveget vegyek, gyárat építsek, földolgozzam, majd kiszállítsam a kiskereskedelembe, és 1 év múlva nem bírt eladni, cseréljem ki, mert lejárt a szavatossága. Mert ezt kifinanszírozni a magyar termelő zsebből ma sem tudja, 10 éve ezelőtt sem tudta, és nagyon nagy valószínűséggel a következő 10 évben sem fogja tudni. Még jó, hogy nem nagy üzemet építettünk, csak egy egészen kicsit, és ezt át lehetett állítani a lekváron szörpön kívül más termék gyártására is. Arról pedig nem beszélve, hogy mi gyümölcsöt szerettünk volna eladni a lekvárba. Nem rostpótlót,
mindenféle pektint és egyéb anyagot, és ha már be gyümölcsöt beleteszem, az már nem lesz olcsó termék, a fogyasztó csak kapkodta a fejét, hogy a szörp miért ilyen drága. Hát mert van benne egy kiló gyümölcs az egy liter szörpben, ami úgy jön ki, hogy természetesen kell hozzáadni még cukrot, és kiesik a maga, a kocsány és a szár, és beletettük a gyümölcsöt. Hát ha beleteszek 100 forint gyümölcsöt, meg hozzáteszek 100 forint cukrot, meg 100 forint üveget, akkor nem leszek versenyképes a mindenféle műanyagban legyártott, ízesített színezékkel, hogy az is szörp, ez is szörp. Az áruházlánci értékesítésnél egy volt a kérdés, hogy minek mi az ára, melyik forog, melyik pörög jobban. Nem a gyümölcs alapon működő termék. Igaz, hogy ebben azért minnyáján jól tudjuk, hogy változottak a fogyasztói szokások, és azért ma már van az ilyen típusú termékeknek létjogosultság a piacon, ahol benne van a gyümölcs is. A másik, ami egy külön kihívást jelentett, ugye mi úgy gondoltuk, hogy bozzával foglalkozunk, és ezzel az egy termékkel ezt profin akarjuk csinálni, igen ám, de a termelő az foglalkozott mással is, másféle gyümölcsel is, és a jogszabályváltozások következtében ezzel is kellett foglalkozni, itt viszont már egyáltalán nem lehetett azt alkalmazni, hogy egy átlagár van, vagy egy évvégi elszámolóár van, és hát nem beszélve arról az egész problémakörről, hogy ebben a rendszerben, amikor én beviszem az árut, a költségeket kilogramra osztom vissza, akkor mi történik? A legjobban dolgozó, legnagyobb termelő fogja finanszírozni azt, aki nem hozott be adott esetben csak egy tonnát. Mert hozzá is kiment a szaktanácsadó, neki is egész éven át nyújtva volt a szolgáltatás, de hát ő lehet, hogy úgy gondolta, hogy azért csak egy tonna, mert azt a hetet, vagy nyolcat, vagy tizenkettőt, azt száma nélkül is el lehet passzolni valamilyen másik irányba. És hát nem utolsó sorban a demokráciának azért vannak korlátai, és talán a legnagyobb gond, én azt gondolom, visszafele menőleg az egész dologban, hogy a szövetkezésnél azonos helyzetből és azonos tudással, gondolati síkkal rendelkező embereknek kellene szövetkezni. És nem akarok ezzel senkit megbántani. De valójában akkor, amikor a termelők javarésze a piac alapvető működését, mechanizmusát, szakismereteit nem tudja, nem rendelkezik vele, a szaktanácsadónak nem fogadja meg a javaslatát, akkor ebből nagyon nehezen lehet egységes minőséget a végén előállítani. Innentől kezdve egyértelmű volt az a kérdés, hogy ha mindezeknek a költségét is még melléje teszem, és elkezdem visszaosztani, hogy ha egy termelőhöz kimegy csak egy szaktanácsad egy évben háromszor, a szövetkezet fönntart három szaktanácsadót, három cégautót, akkor ez bizony pénzbe kerül. Márpedig ez nem egy forintba fog kerülni, az árból 5-6-8 forintba fog kerülni, adott esetben az árbevétel 10%-ába fog kerülni. Ja, hogy a neppernél ilyen költség nincsen? Hát persze, hogy csak oda megy, elviszi, és semmi gond nincsen vele. És ez egy olyan óriási nyomást helyezett a szövetkezetre, aminek egyetlen egy megoldása volt, hogy először is nem tudtunk mit kezdeni azzal, hogy egy szezonon belül adott esetben az 50 forintos által 150 forintos áron át minden elkerül. Elképzelhető. Ha ezt én kiegyenlítem, mi történik bele? Egységesen mindenki rosszabbul jár, persze biztonságosabban, és ezt nem elégszer hangsúlyozni, hogy itt minden termelő mindig megkapja a pénzét. De hát számos olyan esetről tudunk, amikor elvitték, nem fizették ki, ja, bebukott a cég, hát akkor ez most a te problémát és a te kockázatod. Ettől függetlenül ezt az árképzési mechanizmust, illetve ezt a kockázatvállási közösséget, hogy a szövetkezet vállalja annak az ódiumát, és mindig van, minden évben volt 5 vagy 10% az árbevételnek olyan, ami nem folyt be, mert csődbe vitték, megreklamálták, egyéb más történet volt. Éppen most mondjuk egy per végén, 2,5 év után a bíróság megítélte, hogy ki kéne fizetni, a kedves külföldi vevő nem hajlandó kifizetni azt a 10 pár millió forintot, amivel tartozik. Ez is egy kockázati közösség, és ez is egyébként egy óriási előnye lenne egy szövetkezetnek, de a termelők nagyobbik része úgy gondolta, hogy erre se pénze, se energiája nincsen, ezért például az első volt, amit a tagság demokratikus módon a közlése megszüntetett, a szaktanácsadás. Most már tudjuk. 6 éve dolgozunk, már mindent tudunk. Megszüntette az átlagárképzést, innentől kezdve egy napi piaci mechanizmussá alakult át a szövetkezetnek a működése,
És ehhez kellett azért még egy dolog, hiszen ahhoz, hogy ez működőképes legyen, össze kell adni azt a 15-20-30 millió forintot évente, ezért egy működési költség hozzájárulást szavazott meg a társaság, amiben lett egy minimum, és lett egy maximum, és mondhatnánk azt is, hogy a szolgáltatási széles palettát szűkítve, egy továbbélésre alapozva egy új rendszert kezdtünk el ez alapján építeni, illetve felvettük az egyéb gyümölcsöket is teljes mértékben a kereskedelembe, és mivel kiderült, hogy az üzemet a szövetkezet nem tudja működtetni különböző problémák miatt, ezért úgy lett bérbeadva, hogy végül is ez egy üzemeltető Kft.-ben van megoldva az üzemeltetése, és aki egyébként tag vagy nem tag használja, szeretné az üzemet, beviszi az áruját, elkészül a 100%-os almalé, vagy bodzalé, vagy bodzaszörp, de kereskedelmet maga az üzem nem folytat, minden tag hazaviszi, és ezt a helyi terméket, saját terméket otthon értékesíti. Tehát azt lehet mondani egy szóval, hogy lecsupaszítva egy minimál működéstre jutottunk, és ez alapján éltük túl az elmúlt 5 évet. A kérdés persze az, hogy ez milyen árat követelt. A 900%-os piacteljesedésből lett 25. Egyébként sokkal könnyebb dolgom van, mert ezzel a 25%-kal mindig meg tudom lovagolni a legjobb információ birtokába azt a legmagasabb árhullámot. Tehát ma már egyértelműen azt lehet elmondani, hogy azok a tagok, akik maradtak, nagyon jó piaci informáltak, és ezért mindig az ár felső harmadában tudnak értékesíteni. Tehát a szövetkezet értékesít, aminek értelemszerűen a tag élvezi a hasznát. Így ezzel a nagyságrenddel egy 150 taggal érjük el ezt a 700 millió forintos árbevételt, de az 1300 hektárból és a 150 tagból már van olyan 30%, aki nem is foglalkozik bodzatermesztéssel, hiszen egy szövetkezet, ami minden termékkel foglalkozik a piacon, azért sokkal nagyobb rálátása van, és ugye ipari termékekről van szó, tehát ha foglalkozunk és kiszolgálunk egy gyárat bodzával, hiszen a bodzából ételfesték lesz, alapvetően sürítmény, annak a gyárnak szüksége van megyre, almára, fekete ribizlire, egyebekre. A három szaktanácsadóból egy lett félállásra az idei évtől, tehát lehúztunk 4 évet szaktanácsadás nélkül. Pontosabban volt szaktanácsadás, hiszen én elnökként egyszerre voltam minden. Szaktanácsadó, kereskedő, pályázatíró, elnök, ügyvezető, postás, rakodómunkás és minden, amit kellett. Tehát egy másfél-két főre fogyatkozott a szövetkezetnek a létszáma, most kezdünk el fölbővülni. De ami a leglényegesebb különbség, hogy egy olyan valós szolgáltatást építünk, amire a tagnak szüksége van. Ma a 150 tagból közel 30-40-nek a könyvelőirodánk végzi a könyvelést. Nem alkalmazott a szövetkezetnek, hanem a szövetkezet székhelyén működik a főkönyvelő meg a segédfőkönyvelő, és őnekik van idejük a szövetkezet mellett lekönyvelni a tagok könyvelését is. A pályázatírás is ugyanúgy működik, megcsinálják a pályázatokat, aki most újra akarja telepíteni az ültetvényét, és a termesztési szaktanácsadás is ugyanilyen módon működik. Van egy részmunkaidő szaktanácsadónk, aki igény szerint kimegy az ültetvényre, megnézze, ha probléma van. Ugye ezzel mindig az a gond, hogy amikor fáj, akkor kerül pénzbe, és akkor, amikor már fáj, akkor sokba tud kerülni, de hát még a tagság nem tartott, hogy egyébként rájöjjön arra szépen lassan, hogy amit látunk nyugaton, az azért működik úgy, mert egyébként az úgy csak olcsóbb, mint hogyha egyes évekkel ezeket a szolgáltatásokat kifizetni. Mit állt a jövőképünk, és mitől lehetne jó működő Magyarországon egy szövetkezet? Én azt gondolom, hogy ma eljutottunk odáig, hogy ez a 30%-nyi termelő, aki adja az áru alapnak a 70-80%-át, az fölismerte azt, hogy neki valójában közös együtt dolgozás kapcsán hova tudunk eljutni. Ezért most nekiálltunk egy ültetvény felett megújításának, amihez keresni fogjuk a tagjai szövetkezeteket finanszírozásképpen. Azon kutatásfejlesztési eredmények alapján, amit az elmúlt 8-10 évben 1-2-3-an a saját ültetvényünkben megcsináltuk, hoztunk be külföldi fajtákat, próbálunk egy fajta szortimentet bővíteni, és azt meghatározni, hogyha tudjuk azt, hogy egy korábbi születelésű bodzából augusztus első hetében ki lehetne váltani mondjuk a vadbodza problémakörét, és ebből kell 200 vagy 300 hektár, akkor nem fogunk 200-300 hektárnál többet telepíteni.
de aki ezt a fajtát akarja eltelepíteni, azt olyan szerződéssel fogom körbevetetni, hogy ne tudjon abból kibújni, illetve nem is fogom annak odaadni azt a szabadságot, ha rajtam múlik, aki arra nem bizonyította, hogy alkalmas. Ma meg tudjuk már azt mondani, hogy a magyarországi körülmények között 3 év alatt hogy lehet egy teljesen új ültetvényt létrehozni, ami teljes termőképességgel rendelkezik, és addig, ameddig a magyarországi átlag 3-4 tonna, addig a mi technológiánkkal 8-10 tonnás termésátlagot huzamosan el lehet érni, ha pedig öntöz valaki és az öntözés is megvalósítja, amit egy főcélként tűztünk ki, akkor pedig a 10-12 tonnát. Nem nehéz számolni, ugyanolyan árbevétel, ugyanolyan ár mellett mekkora árbevétel különbséget jelent ez a tudás. És ezek a termők, akik maradtak, ez a 30%, ők fölismerték azt, hogy valóban erre szükség van. Igaz, hogy ezek a termelők azok, akikkel kijárunk külföldre, kijárunk kirándulásokra, innovatívak, újítanak, és nem kérdőjelezik meg azt, hogy amit a szaktanácsadó mond, az iroda mond, annak valóban van-e alapja, vagy én megpróbálom azt kitalálni, hogy mégis hogyan működik az másképp. És innentől kezdve a könyvelési szám is lehet látni, hogy növekszik, hát hogy ne növekedne, hát ki tudja legjobban ezt a szakmát könyvelni? Az a könyvelő iroda, aki nap mint nap minden jogszabályi problémával találkozik a szövetkezetnél, mindenre nekünk egyből, ha kéne egy jogszabály változás, föl kell készíteni és meg kell adni, és ez is egy szakma, tehát a könyvelésen belül a mezőgazdaság könyvelése, a támogatások, az elszámolások és minden egyéb más miatt egy külön szakma, és erre is kezdenek rájönni a termelők, hogy igen, lényegesen jobban járok, még hogyha akár 150 km-re termelek is a szövetkezet székhelyétől, ha beküldöm azt a havi 3-4-5 számlát, és majd ott lekönyvelik, vagy adott esetben a szövetkezet főkönyvelője elmegy és elmagyaráz az APEC-nak, hogy ez azért nincsen ár és a tagnak adott árun, mert non-profit jelleggel működünk. Tehát ezek azok az alapelvek, amiket azt gondolom, hogy nagyon nehéz megértetni adott esetben egy hivatallal is, hiszen ő ott is keresné az árrést, és ott is keresné azt, hogy hát miért nem 30%-os árrése adja a szövetkezet a tagjának az árut. Hát azért, mert azért szervezzük össze az értékesítés, hogy egy, olcsóbban vegyünk, kettő, csak azt a 3-4-5%-ot tegyük rá, ami valóban a banki, egyéb finanszírozási költség. Az egy másik kérdés, hogy az induló 4-500 termelőből valójában 50-60 fő fog maradni tagnak, de én azt gondolom, hogy ez az 50-60 fő 5-8 év múlva már 40%-át fogja adni a piacnak, hiszen ha megnézzük azt, hogy a többiek hol tartanak, akkor azért azt lehet látni, hogy a lemaradó fázisban vannak, és ma ott tartanak az ültetvények, hogy 10-12 évesek, tehát a következő 5 évben meg kell őket újítani. És az a kérdés, hogy az elmúlt 10-12 évben ki jutott el odáig, hogy meg tudja újítani. És csak egy nagyon érdekes párhuzam, amikor elindultunk a szövetkezettel, és adatot kellett szolgáltatni, az a 30% az, aki adatot szolgáltatott minden évben pontosan, aki marad. Tehát azt gondolom, hogy a szövetkezetben való együtt dolgozásra meg kell érni a magyarországi termelőknek, valóban föl kell ismerniük azt, hogy együtt könnyebb, sok olyan előnye van ennek a formának, ami biztonságosabbá teszi a termelésünket és a kitettséget, és ennél jobb piaci információval biztos, hogy nem fog senki más rendelkezni, hiszen ha 30-40% áralap a kezemben van, akkor én minden vevővel tárgyalok. És napi szinten biztosak lehetünk abban, hogy nem adjuk el rossz áron az árunkat. A másik nagyon fontos dolog pedig, hogy velünk kezdik a tárgyalást, tehát ha túlkínálat van, akkor is el tudjuk adni az árut. Márpedig azért volt az elmúlt 12 évben olyan év, amikor nem tagok bizony nem tudták leszületelni az árut, mert nem volt hova vinni. Tehát ha azt a kérdést kell megválaszolni, hogy valóban van-e értelme szövetkezetként dolgozni, én akkor azt gondolom, hogy van, de még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ez az kell, hogy a magyar termelői társadalom is valóban fölismerje ennek a szükségességét, és talán most jött el az idő, mondhatnánk azt is, hogy most már kezdünk annyira rossz helyzetbe lenni, hogy muszáj leszünk szövetkezni, mert ez volt a nagy tanulság egyébként, amikor megkérdeztem Olaszországba, éppen tegnap hajnalban jöttünk meg egy szakmai útról, hogy hogy lehet, hogy itt mindenki olyan profint csinálja. Mire azt mondták, többiek már tönkre mentek. De aki termel, az mindenki ott van, hogy szövetkezett. Többiek már tönkre mentek, mert nem fért bele az, hogy egy vagy két rossz évük volt, vagy nem adták el a termést, és aki viszont együtt maradt,
ott mind valamilyen szervezeti, szövetkezeti formában csinálja. Tehát nincsen más, és nem is, lehet, nem is értik a kérdést, amikor kimegy a magyar termelő szakmai útra, hogy és itt nem adják el rajta ki a szövetkezeten kívül. Azért nem, mert nincs értelme. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm az előadásokat mindkét vendégünknek, és most pedig az önöké a szó. Kérdéseket lehet nyilván föltenni az előadókhoz, illetve saját tapasztalatokról beszámolni. Kérem szépen, hogy annak érdekében, hogy mindenki szóhoz jusson, aki szeretne, mert egy bő negyed óránk van csak, mindenki tanúsítson önmérsékletet a hosszúságában a hozzászólásnak. Köszönöm. Én válaszolom. Köszönöm szépen. Karai Zsófia vagyok, a Szemléletváltás az Életért Ember és Környezetvédő Közhasznú Egyesület. Gyerekkorom csodálatos emléke fűződik a bodzához. Én azt tapasztaltam, hogy a bodza magjában rengeteg olaj van, ami az emésztést is serkenti, és arról beszélt, hogy a bodzatermesztők milyen kreatívak. Kérdezem, hogy csak a gyümölcsöt értékesítik, vagy a virággal is szoktak foglalkozni, mert hiszen a bodza virág is egy csoda, gyógynövény. A másik dolog, hogy a magjával, ugye melléktermék is keletkezik, hogy a magjával tudnak-e valamit kezdeni, csodálatos olajat lehetne belőle sajtolni, és a héjából is lehetne, uram bocsá, az alkoholistákat is bizonyos mértékig ki lehet szolgálni, mert régi gyógymód a bodza pálinka, és nagyon sokan használták valaha régen. Köszönöm szépen! Én igazából mind a két részről szeretném kérdezni, hogy ilyen konkrétumokat, hogy mik a tagság feltételei, például konkrétan a két szövetkezetnél, illetve hogy a hangjáról én nem igazán tudom, hogy mekkora a méret, tehát hogy pontosan hány tagja van, ilyesmik. Az első négy után fognak először válaszolni. Szabó Zoltánt kérdezem, hogy ahogy szóba került, hogy itt a mezőgazdasági szövetkezetek mindenre foglalkoznak, csak nem a mezőgazdasággal. A legnagyobb, egyik legnagyobb probléma, mert én elég sokat mozgok az országba, hogy van egy csomó ilyen családi gazdaság. Ott is termesztenek, és hát kiderült, hogy a legtöbb helyen minimum kétszer annyit tudnának, mert hogy egy sertés van ott, két sertés, meg ez. Tehát nem merültem még fel egy olyan felvásárlási hálózatnak szövetkezeti alapon történő létrehozása, amivel a hangya annak idején nagy lett tulajdonképpen, hogy ilyen etikus szerződésekkel kötelező módon csak ők nekik lehetne eladni, de megkapnák a pénzüket, mert nagyon sokszor ezekkel a felvásárlókkal van a legnagyobb baj. Tehát nagyon sokan azért nem termesztenek, mert nincs felvásárlás. Nem mondom, mert ez... Túl Tanás, nekem csak egy kérdésem van, ez az adórendszer és a fekete gazdaság hogyan függ ez össze, és hogyan lehet, mit lehetne ezzel ellen tenni, amit említett az előadásában. Jó, köszönöm. Jó, mindegy. Hát tulajdonképpen először is Eszter kérdésére, pontosabban, hogy tiszta legyen a dolog, a hangya együttműködés az egy érdekképviseleti szervezet jelenleg. Tehát mi nem gazdálkodó szervezet vagyunk. Tulajdonképpen a mi tevékenységünk pont arra irányult, hogy a szövetkezetben gondolkodókat egyrészt, hát zárójelben hadd tegyem hozzá, hogy Márton János professzorral, Szeremlei Bérával hárman 92 óta próbáltuk ezt tisztába tenni, hogy akár mekkora nagy gazda vagy, a chicagói tőzsde határozza meg a gabonárat, és nem te. Tehát a dologhoz hozzátartozik, hogy ha nem kerülsz megfelelő piaci kapcsolati rendszerbe, akkor nincs esélyed, akár mekkora, 1000 hektárral is ez a helyzet. Na, a lényeg az, hogy tulajdonképpen mi, mint érdekképviseleti szervezet, szerveztük lényegében magát a szövetkezeteket. Hadd tegyem hozzá, hogy mi is belekerültünk jó néhány csapdahelyzetbe. A szövetkezetek támogatása projektrendszerűen elindult 98-99-ben. Ott is volt jó néhány, aki azért hozta létre a szövetkezetet, mert volt hozzá támogatás, egy forintra kettőt kapott. Tehát megtanultuk már azért a magyar közigazgatáshoz kötődő kapcsolatoknak a problémáit.
alapvetően dinamikusan fejlődött ez a rendszer, és én rögtön az első pillanatban azt mondtam, hogy az egy kérdés, hogy ez a társaság a Hangyaszövetkerti Együttműködésnek, mint érdekképviseletnek a tagja. De hogyha ti a piaci rendszereteket nem építitek ki, akkor ugyanolyan egyszál legény maradtok a saját szövetkezetekkel, mint egymaga egy-egy ember. Ezért mi azt kezdeményeztük, és azt mondtuk, csak ugye megint ez, hogy mennyire veszik a tanácsokat, hogy Gyuri példáját mondjam. Mondhatjuk mi a jó tanácsot, ha nem akarják tudomásul venni, hogy ez úgy működik, hogy be is tartják a jó tanácsot. Mert azt mondtuk, hogy ha mondjuk termékpályánként létrejöttek a szövetkezetek, tejszövetkezet, zöldséggyümölcsszövetkezet, gabonaszövetkezet, ezek hozzák létre a maguk szövetségét, és ez a szövetség kezdje el a forgalmazást, mert ennek van árualapja. Nekünk, mint érdekképviseletek, nincs árualapunk, és mint érdekképviselet, mint egyesületi szervezet, gazdálkodási tevékenységet is csak korlátozott mértékben folytathattunk volna. Tehát mi azt mondtuk, hogy ezek a szövetkezetek alakítsák ki azt a piaci szervezetet, ami ezt fogja üzemeltetni, működtetni. Hát megmondom őszintén, ebbe nagyon sokáig csak kudarcot értünk meg, mert ezek a termelői együttműködések formálisan létrejöttek, de igazán az együttes piac szerzési pozíció nem jött létre. Valljuk be őszintén, a magyar ember szeret, ugye most azt mondom, hogy mindenki szeret a kis szemétdombon kakas lenni. A dologhoz hozzátartozik, ahelyett, hogy tudná, hogy sokkal nagyobb szemétdomb van, ahol közösen kapirgálhatnának. Tehát a dologhoz hozzátartozik, hogy ezt a mentalitást még egyelőre nem sikerült áttörni, és hát ez a tulajdonképpeni gátja is az ügynek. Egyébként, mint érdekképviseletnek, nekünk 200 aktív tagunk van jelenleg, ami milliárdos nagyságrendű cégtől 50 millióig terjedőig skálában minden van, tehát ilyen értelemben ez egy... Tessék? Nekünk csak szövetkezetek a tagjaink, rendes tagok. Tehát Isten igazából mi azt mondtuk, hogy mi a szövetkezeti érdekképviseletet látjuk el. Mert a dologhoz hozzátartozik, hogy ahogy itt elhangzott az előadásban, az egyénnek és a szövetkezetnek elvileg egybeesik a érdeke, de Magyarországon nem. Tehát a dologhoz hozzátartozik, hogy mi azt mondtuk, hogy világos legyen a dolog, amiről beszélünk, mi szövetkezeti oldalról kezelítjük meg. Az egy másik kérdés, hogy tudjuk, hogy a szövetkezetek tagjainak vannak problémái, és alkalmasint ezért szót is emelünk, zárójelben hadd tegyem hozzá, hogy mi voltunk az elsők, akik szót emeltünk, hogy az osztatlan közös kimérésével kapcsolatban a minisztérium 4 hónapon keresztül nem adott ki semmit, 1 hónappal a jogvesztő határidő előtt kezdett el kampányolni. Tehát a dologhoz hozzátartozik, hogy mi odafigyelünk természetesen az egyénre, de nem az a mi fő profilunk, ha szabad így fogalmazni. És nekünk csak jogi személytagunk van. Tehát magánszemély, pártolótagként lehet, de egyéb iránt nem. Na most, ami tulajdonképpen itt a szervezést illeti, tehát itt jött elő az a kérdés, hogy mi azt mondtuk, hogy szervezzék meg, de Isten igazából még nem jött létre. És miért nem hoztuk létre? Azért sem, mert egyrészt, mert egyesület vagyunk, másrészt bevallom férfiasan, mi azért pénzszűkébe vagyunk. Szóval a dologhoz hozzátartozik, hogy egy ilyen jellegű rendszerben, hogy a Gyuri elmondta a bodzára, hát az egy óriási forgóeszköz háttér kell. A forgóeszköz háttér nélkül felvállalni azt, hogy én felvásárlok bármit. Hát azért az őszintén szóval eléggé kockázatos és biztos bukás. Tehát ez az, ami tulajdonképpen számunkra annyit jelent, hogy egyelőre nem tettük ezt meg. Az egy másik kérdés, hogy szeretnénk, hogyha kialakulnának azok a jogi feltételek, ami a szövetkezeti együttműködésben, itt most már elment közben az Ákos, a takarékszövetkezeti rendszeren keresztül olyan speciális, nyitott lehetőséget, portfóliókat nyitna meg, ami lehetővé tenne bizonyos hitelezési konstrukciókat. De ehhez nyilvánvaló kellenek azok a szigorú olyan szabályok, és csak megint visszautalok a Hangya első 25 évének történetére. Első évben Károly adta a pénzt, elverték, vagy nem sikerült abból semmit összehozni, utána megint adott egy adag pénzt, de azt mondta, hogy most már csináltak meg a rendszert, és akkor megcsinálta a Hangya egységes könyvelési rendszerét. Ha nincs egységes nyilvántartási könyvelési rendszer,
ahogy itt a vozatermelők is mutatták, addig nem működik igazán jól az a rendszer. Tehát ez sajnos a jogok, kötelezettségek, önkorlátozás kérdéseit fel kell ismerni a társadalomnak. Na most az adó és a fekete gazdaság. Hát megmondom őszintén, akármilyen csodálatos szövetkezeti törvényt lehet a szövetkezeti elvekre építeni, ha nincs méz a madzagon, nem fognak össze. Hát miért fognának össze? Mi azt szeretnénk elérni, hogy a szövetkezet és a tagja között áfamentes legyen a forgalom. Oda-vissza. Ugyanis ma hogy működik a fekete gazdaság? Ezt el kell, hogy mondja, mert lehet, hogy nem tudják egyesek. Úgy működik a nepper, hogy azért ad magasabb árat, mert ő tulajdonképpen számla nélkül vásárol, és feleznek az áfán. Az egyén, mondjuk most 20, korábban 25, most 27%. Azt mondja, hogy 13%-kal magasabb árat adok, mint a legális értékesítésen keresztül juttatod el a piacra. Húha, 13%-kal többet kapok? Hát hülye vagyok én egyáltalában abba az irányba értékesíteni? Nem működik. De hogyha egy közösségi ellenőrzési rendszerbe azt mondom, hogy áfamentes az oda-vissza árusítás, akkor igaz, hogy nettóba kell neki a szövetkezet felé is értékesíteni, de az input anyagot is nettóba kapja, ami tulajdonképpen óriási differenciát jelent, mert kétszer lehet veszteni, amikor megveszem a hozzávalókat, meg amikor eladok. Tehát, hogyha azt a viszonyt meg tudom teremteni, hogy érdekelté teszem egy szolgáltatás igénybevételébe, hogy olcsóbban jusson hozzá a napi termeléshez, mert napi problémái vannak a gazdáknak, napi likviditási gondok vannak, ha az üzemanyagot, műtrágyát, növényvédőszert nettó áron juttatom, legálisan, akkor ez már annyit jelent, hogy ilyen értelemben sikerül a fekete gazdaságot, hát nem azt mondom, hogy kifehéríteni, de legalább a szürke állományba átvinni. Én gyorsan fogok válaszolni. Bodzavirágból csinálunk bodzaszörpöt, a bodzamagból csináltunk bodzamagolajat, jobb, mint a ricinus vagy a higany, de ennek nagy volumenű felhasználása nincsen. A virág is minimális. Tagnálunk bárki lehet, aki termesztéssel foglalkozik. Innentől fogva van nem magyarországi bodzatermelő tagunk is a Szlovákiából. Ha sok pénzünk lesz rá. Bár nyertünk erre egy líder pályázatot, úgyhogy jövőre lesz egy bodzavirág fesztivál válon. Köszönöm szépen. Én két rövid kérdést tennék fel, egyrészt a Csizmadia Györgyhöz, de gratulálok ahhoz, hogy hogy tudtatok alkalmazkodni a változó gazdasági, piaci, társadalmi körülményekhez. Ez nagyon-nagyon biztató, és köszönöm az előadást. Két rövid kérdés. Egy újabb változás, egy paradigma változás van most. Ehhez gondoltatok-e alkalmazkodni, hogy a helyben, lokálisan történő értékesítést be tudjátok-e vonni a ti értékesítési stratégiátokba, hiszen ugye nagyon sok áru ebbe a globalizált piacon rengeteget utazik, nagyon komoly széndioxid kibocsátás, klímavédelem, nem mondom tovább. A másik pedig az, hogy felvetődött-e már nálatok az organikus gazdálkodás néhány termelőnél, vagy ti esetleg a szakértőn keresztül próbáltatok ebbe az irányba lépni. Köszönöm szépen. Nem hangsúlyoztam ki az üzemnek a kérdését, de az üzem az így működik. Tehát alapvetően a termelő, mondjuk mi bevisszük a szamócát, az almát, földolgoztatjuk almalének, és otthon a háztól adjuk el a környezetünknek. Tehát a friss piaci értékesítésben van egy ilyen irány. Az ipari növényeket nagyban csináljuk hatékonyan, és azt visszük az iparnak. A friss piaci árut pedig a saját magunk környezetében, ebben a kisebb térségi ellátásban. Tehát például én Nagyvenyimen gazdálkodom, Dunaváros 8 km, nem csinálok többet, csak amit ott el tudok helyben adni, mert nem akarok nagyban izni. A organikus termesztésre nekem szakmailag fenntartásaim vannak. Mégpedig azért, mert itt a legnagyobb kérdés a tápanyag utánpótlásnak a megoldása. Egyébként a bodzánál van egy
nem kis réteg, aki kifejezetten biokontra által ellenőrzött termesztést hajt végre. Viszont a tápanyag utánpótlás teljes mértékű kizárása, amit jelenleg a rendszer magában hordoz, vagy meg nem léte, illetve nagyon drága a tápanyag utánpótlási módszerek hatására feletermés van. Ez eléggé versenyképtelenné teszi a biotermesztést, és nem azért, mert nem lehet biológiai növényvédelmi módszereket alkalmazni. A szamócánál is meg tudjuk csinálni, nagyon sok növényen meg lehet csinálni a biológiai védelmet. Egy kulcskérdése van még szakmailag ennek a tápanyag utánpótlás megvalósítása. Tehát én szeretném, hogyha tudnátok, Kecskeméti Főiskolán végeztél, ott mi Fülöp Jakabon és az ország több részén elindítottunk egy ökológiai gazdálkodási kertészeti programot, tehát meg lehet oldani helyben a tápanyag utánpótlás megfelelő kultúráknak a termesztésével. Természetesen egyen kultúrába gondolkozunk, tehát csak bodzát termelünk és nem termelünk komposztnövényt, nitrogént, tartalmú szénszáru anyagokat mellé, és nem tudjuk a mikroorganizmusokat, az élő talajéletet visszatáplálni, akkor valóban ez lehet a végkifejlet a dolognak. De szeretném neked mondani, hogy te nagyon szép termésátlókról beszéltél, tehát hogyha újra előállítjuk a talaj életet és helyben termelt komposztnövényekkel, akkor még 30-40%-kal garantáltan meg tudjátok növelni a terméshozamot. Ha akarod, akkor erről tudunk majd szakmailag is. És épp a Kecskeméti Főiskolának a megmentésére is indítottunk egy programot, gyakorlatilag alig jelentkeznek most már oda sajnos, hogy szeretnénk, hogyha ez ökológiai oktatás ott elindulna, és ő lenne Magyarországon az első intézmény, ahol ökológiai farmgazdálkodókat fognak képezni. Ebben majd a kormány segítségét is kértük, mert egyelőre még folynak az egyeztetések. A főiskola nagyon szeretné egyébként. Köszönöm szépen. További kérdések, hozzászólások olyantól, aki még nem jutott szóhoz. Köszönöm. Én a fekete gazdasághoz szeretnék egy gondolatot mondani. Tervünk volt, hogy Újszentmárgitán létrehoztunk egy szociális szövetkezetet, és szerettünk volna, vagy szeretnék, még mindig nem tettünk le arról, hogy a mi szövetkezeteinkből hoznánk ömlesztett termékeket, árut, hogy itt egy történjen egy válogatás, további csomagolás és értékesítés az itteni szövetkezet részéről. De hogy kezdtünk vizsgálni a piacot, rájöttünk, hogy ha legálisan történik ez az egész behozatal, akkor nem tudunk versenyezni. Tehát ez citrusfélekről lett volna szó, meg szöldségekről. De ugyanakkor virágunk is van. A virággal hasonló dolgot történt, de úgy néz ki, hogy az APEG és a VAM hatóság együttesen kézbe vette a dolgot, és fékezte már ezt a temérdek fekete import, ami jött be az országba. Csak érdekességképpen minden szentek előtt, amikor rengeteg virág van, mint hazai virág, mint importvirág, az elkobzásnak az értéke kb. 450 millió forint volt a najvani piacon, ami azonnal tovább értékesítésre került, árverezésre került, mert ha nem, akkor tönkre megy. Nagyon fontos és sürgős lenne, és én kihasználom a lehetőséget, hogy itt a parlamentből van egy képviselő úr, hogy ha nem vettek még észre, vagy ha nem tudják, a budapesti szöldség, gyümölcs, najbani piac egy, mint mondjam, milyen kifejezés van, egy jehena, vagy egy, szóval ez a hazai termelőknek a legnagyobb ellensége is a magyar gazdaságnak. Szóval nagyon jól látnánk, hogyha ott történne valami, mert naponta, szezonban kalkuláltunk, hogy körülbelül 250 kamion jön be a najbani piacra, és ha ebből a 10% nem, hogy mondjam, normális körülmények között jön, és értékesítésre kerül, lehet, hogy sokat mondom. Tehát ez egy nagyon, nagyon nagy probléma, ami észrevettünk, pont az együttműködésben, amit akartunk ködni, az Újszentmárgitában létrehozandó szociális szövetkezettel kapcsolatban.
Akkor Zsófia, ott még egy rövid, és még egy, majd egy szintén rövid, és aztán záró gondolatokat kérek. Iskolában, óvodában csináljuk a komposztálást, és a bodza az egyetlen növény, amelyik tűri és elviseli, sőt, jól fejlődik félérett komposzttal is, a többi növény kipusztul, úgyhogy a legszebb komposztáló rendszereket a bodzafa alatt tudjuk az árnyékban megcsinálni, és nagyon jó a bodza, hogyha tényleg nem kap műtrágyát, mert hogy azzal is nagyon szépen fejlődik, és nagyon bőven. Kovács János vagyok, szervezetekkel foglalkozom, és bölcsész vagyok igazándiból. Két dolgot szeretnék inkább csak kommentárként hozzám mondani. Hogy elhangzott, hogy a magyar kreativitás, de hogy a kreativitás az egy individuális műfaj. Csinálunk valami olyat, amit a többiek nem tudnak. Vagy másként csináljuk, mint ahogy eddig szoktuk. A piac az szintén kivált egyfajta individualitást, szóval legyőzni a többieket. És akkor többször elhangzott, hogy ugye keresztény értékeken indult, de hogy nagyon erős közös értéktudat kell, és azt mind a két előadó mondta, és a Csizmadi György azt mondta, hogy szövetkezetben együtt dolgozáshoz meg kell érni a magyar társadalomnak. Tehát, hogy egyrészt meg kell tanulni azt, hogy a kreativitás mellett az is fontos, hogy hoztunk szabályokat, azok a mi szabályaink, és ezt betartjuk. És ha nagyon labilisak a szabályok körülöttünk, akkor az megint az individualitás felé visz el bennünket. És jut eszembe az, mert itt a fekete gazdaság sokszor volt, hogy az olaszok mondják azt valahol Nápoly környékén, hogy kétféle maffia van. Van a fekete maffia, az lövöldözi az embereket. Meg van a fehér maffia, az itt fejben van. Szóval oda megyek a keresztapához, a keresztapa azt mondja, hogy megadod a tiszteletet a családnak. Persze a végén ott van a lófej az ágynak a végén, de egyébként működik. Köszönöm. Akkor az előadóinktól kérnék záró gondolatokat. Én nagyon szépen köszönöm a megjegyzéseket. Ugye alapvetően tényleg arról beszéltünk, hogy valamilyen formában egy tudatépítés nélkül valós szövetkezeti rendszer, és ez most nem csak az agrárra vonatkozik, ez mindenre vonatkozik. Tehát, hogyha nem úgy indulok el, hogy én vagyok az az önálló egyén, aki szeretném a saját tevékenységemet egy közösségben kiegészíteni, ami számomra egyébként egyénként nem elérhető, akkor nagyon nehéz valóban szövetkezetről beszélni. Ez azért is mondom, mert valóban ma több más szövetkezetekről is beszéltünk, és ez ott is érvényes, a mezőgazdaságinál különösen. Ami a fekete gazdaságot és az utolsó maffia dolgot hadd említsem meg, ugye a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózatnak volt egy tanácskozása a Lakitelken, ott vagyok, és akkor előjött, hogy hát a termelők együttműködése, és a többi, és el nem hangzott, hogy szövetkezet. Tehát az, hogy együttműködés, az igen, szóval kerüljük a szövetkezet szót, mert az valahogy megbélyegzett állapotot jelentett. És akkor mondtam, hogy elnézést, együttműködni lehet szövetkezetben, és lehet a maffiában. Csak nem mindegy, hogy melyiknek mennyi a közhaszna. Tehát a dologhoz hozzátartozik, hogy valóban a maffia is egy kőkemény együttműködés, most lófejjel vagy lófej nélkül, de hogyha már az olaszok szóba jöttek és a fekete piac, azért annyit hadd mondjak el. Akkor, amikor az olasz statisztika arról beszélt, hogy Magyarországra 400 millió hektoliter bort szállítottak be, a magyar import statisztika pedig 200 millióról tudott, akkor ne csodálkozzunk, hogy milyen borokat kaptunk. Tehát a dologhoz hozzátartozik, hogy amit elhangzott, hogy egyáltalában mi van a nagybani zöldségpiac környékén, tudjuk. Tudjuk, és az a szomorú, hogy tulajdonképpen most nem szeretem a rendőrállamot. Tehát valamilyen formában mégiscsak meg kell teremteni azt a kontrollt, amivel tulajdonképpen ezeket kiszűrjük. De megint visszakanyarodok. Ha a szövetkezeti jogi alkotás, és azért néztem Patai Vilmos úrra, ha nem azt ösztönzi, nem azt neveli az emberek fejébe, hogy szövetkezni érdemes, akkor nem tudjuk áttörni ezt a fekete piacot. Én csak ennyit szeretnék mondani, hát mi azon dolgozunk, hogy legyen. Egyébként még egy utolsó magam részéről utolsó gondolat,
A honlapunkon rajta van, hogy a polgári törvénykönyv kapcsán, annak a szövetkezeti fejezete kapcsán mit írtunk le. Ha valakinek van ideje, olvassa el. Abba világosan megfogalmaztuk, hogy ha a új PTK nem abból indul ki, hogy a szövetkezet mit jelent nemzetközi szinten, és nem ezt jár meg Magyarországon, akkor sajnos hosszú távon megint nem fogunk tudni működni. Nyilván ehhez egy szövetkezeti törvény is ugyanúgy kell, mert a 2006 évi 10-es az nem a szövetkezetekről szól, hanem az, hogyha megnézik, 60%-a arról szól, hogy hogyan alakuljak át KFTV. Ha már elnézést, akkor most miről beszélünk? Tehát ha nem ezek a jogi szabályok és szabályozási környezet alakul ki, akkor Gyuriék minden kreativitása kevés lesz, és nem maradjon a botész. Érdekes volt ez a mai nap számomra, a hozzászólások is mutatták azt, hogy azért ez a téma, a szövetkezés, az összefogás egy nagyon érzékeny a mai gazdasági környezetben, és nagyon jó volt ez a nagybeli piacos hozzászólás problémaköre. Azért nem tértem erre ki, mert bár a jogszabályalkotási mechanizmusban olyan módon dolgozunk együtt a hangyával, hogy mi jelzünk problémákat, a hangja pedig jelzi a kormányzat fele, vagy adott esetben megnyilvánulunk olyan módon is, hogy konkrétan megírom a jogszabályt, és az Zoltán átnézi, és utána ez bekerül a kormányzathoz. Tehát az a második szintje, azt gondolom, ennek a munkának, ami miatt magunk érdekében, illetve a jövő érdekében meg kell, hogy tegyünk, hogy a saját magunk környezetét is próbáljuk befolyásolni és változtatni. És ennek valamely teljesen másik szerület, amiről szintén keveset beszéltünk, az a kutatásfejlesztésnek. Valóban vannak olyan kérdéskörei nálunk, mint hogy éppen a nyesedékkel, a melléktermékeket hogyan hasznosítsuk, és próbáljuk végig visszatérni ahhoz a gondolkodásmódhoz, vagy termesztési módhoz, hogy a paraszti világban nem volt hulladék. Mindennek meg volt a maga helye, mindenből lett valami, és minden egy szerves egészet alkotott. És azért nagyon kritikus valóban ez a tápanyag utánpótlásának kérdése, mert kicsúszik a kezünkből nagyon sok lehetőség, bár a különböző melléktermékektől, zöldtelennövényeken keresztül próbálunk ebben a kérdésben előrébb jutni, de ma egy komoly kihívás szerves trágyát szerezni az ültetvény elindításához. Tehát a kertészet, a mezőgazdaság nem fog tudni az átnehéztés nélkül tovább lépni, és a magyar mezőgazdaságot éppen ezért kell komplexen nézni és komplexen gondolkodni benne, hiszen egymásra épülő dolgokról szól a természet, és minden egyes szeretnek megvan ebbe a maga helye, még hogyha a bodza vagy a megy, mint ipari növény, amit Magyarországon elállítunk, lehet, hogy egész Európába vagy az Egyesült Államokba is jut belőle, és bízunk benne, hogy nem kezdik el a kínaiak. Akkor eljött az idő, hogy még egyszer utoljára nagyon szépen megköszönjem mindkét vendégünknek a értékes hozzájárulást a rendezvényhez. Köszönöm szépen a közönségnek, hogy ilyen aktívan és türelmesen végigcsinálták ezt a másfél órát. És elnézést, de most egy szolgálati közlemény, hogy kérem, hogy aki még nem jött oda hozzá multiköltséget rendezni és érintett, elnézést, de nevesítek gyorsan. Ágoston Magdolna, Domán Zoltán, Dombi Ildikó, Harangi Rita, Selmeci Zsófia és Takács Balázs. Kérem, hogy keressenek meg ebbe a szünetbe. Elnézést, és köszönöm, és szünet.